Egyre kevesebben kötnek életbiztosítást Magyarországon, a nyugat-európai országok adataihoz képest már korábban is le voltunk maradva, egy életbiztosítás pedig egy tragédia esetén is biztonságot nyújthat szeretteinknek. Köszöntöm a stúdióban Kulcsár Viktóriát, aki biztosítási szakértő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt tapasztalják a mindennapokban, hogy valóban csökken a biztosítás kötések száma? Igen, tehát nem is az, hogy csökken, hanem ez a nagyon alacsony tendenciát mutatja. Én azt gondolom, az embereknél még mindig ez a pénzügyi szektorban a hitel mellett a biztosítás az, ami a szükséges rossz, és úgy is tekintenek rá, pedig az életünk, a családunk és az egészségünk szerintem a legeslegfontosabb, amire gondolnunk kellene. Nagyon kevesen teszik még ezt meg mindig, és nagyon kevés százaléka a lakosságnak az, aki öngondoskodik és gondoskodik a családjának a esetlegesen krízis helyzetben felmerülő miben létéről. Azt lehet tapasztalni, hogy azon réteg próbálja meg bevállalni ugye a plusz költsége járó életbiztosítási termékeknek a fizetését, akik magasabb jövedelmi sávba esnek, akik a középréteghez tartoznak, ők inkább azt mondják, hogy majd is ráérünk megkötni ezt a biztosítást. Lehet területi elosztást megfigyelni? Tehát itt Szabolcs megyében az országos átlaghoz képest hogy állunk? Igen, tehát Budapest is nyugat-dunántúli részen ugye a fizetések is jóval magasabbak, mint itt keleten, és ez látszik is egyébként a biztosítások kötésén is, hiszen nagyon kevesen gondolnak abba bele, hogy mi történhet a családdal, ha mondjuk kiesik egy családfő a munkából 2-3-4 hónapra. És nagyon kevés az a család, ahol megvan a tartalék erre a 4-5 akár fél éves időtartamra is, hogy tudják pótolni a kieső jövedelmet. Emelkedik-e a nyugdíj erőtakarékosságoknak a volumene? Mondhatjuk-e azt, hogy abba az irányba tolódik inkább a megtakarítás? Igen, azt kimerjük mi is jelenteni, hogy ugye a saját ügyfélkörünkön belül is, akik nyugdíjbiztosítást kötnek, ott már elindult valami gondolkodás az emberekben, hogy szükséges ahhoz félretenni, hogy a nyugdíjas éveikben legyen valami, amihez hozzá fognak tudni nyúlni. És én nagyon bízom benne egyébként, hogy az életbiztosításoknál, vagy az egészségbiztosításoknál ez a tendencia a jövő évtől, vagy az idei évtől kezdve egy picit meg fog ugrani. És gondolkodnak azon, hogy mi lesz a családommal akkor, ha fönnáll egy tényleg krízis helyzet, vagy mondjuk egy műtéti költséget ki kell fizetni. Mi az, amire jó egy ilyen életbiztosítás? Igen, tehát elég összetettek. Hogyan tudunk különbséget tenni az életbiztosítás és az egészségbiztosítás között? Elég összetettek ezek a termékek, ugye itt mindig igényre kell szabni, és mindig azt kell megnéznünk, föl kell mérnünk, hogy mire van szüksége az ügyfeleknek. Tehát szeretne öngondoskodásra pénzt félretenni, kimondottan az egészségének a védelme lesz, ami fontos, vagy pedig egy felmerülő hirtelen tragédiára szeretne megoldást kapni majd esetlegesen. Mindig felmérjük ezeket a lehetőségeket, és mindig kalkulálunk egyénre szabottan, nagyon fontos. Mindig több lehetőséget kínálunk, tehát vannak azok a termékek, ahol ugye hozzá tudom építeni a felmerülő problémákra nyújtó segítséget, tehát akár egy műtétre egyszerű összeget fizet ki a biztosító, sőt vannak már olyan termékek is, amelyek a VIP ellátásra is szólnak, mondjuk ha kórházba kerül az adott illető, vagy egy kritikus betegségre, ami ugye manapság már elég gyakori, értjük alatt a daganatos kockázatot, vagy akár egy szívinfarktusnak a lehetőségét is. Mi az, amiben más maga az egészségbiztosítás? Az egészségbiztosításnál is ugye itt meg kell különböztetni azt, hogy szolgáltatást fog-e igénybe venni az ügyfél, vagy pedig egy összeget szeretne igénybe venni. Tehát ha azt választja, hogy ő szeretne mondjuk hamarabb bekerülni soron kívül a kórházba, vagy esetlegesen magánkórházaknak a szolgáltatásait szeretné igénybe venni, erre is van lehetőség, illetve van arra is lehetőség, hogyha bármilyen felmerülő problémája van, egy összegű térítést kap a biztosítótól. Tehát van mondjuk egy műtét, amit ugye a biztosító bekategorizál, akkor arra egy összegű juttatást kaphat. Kinek melyikben érdemes gondolkozni? Ha gyermek van, akkor én azt mondom, mindenféleképpen arra kell gondolni, hogyha valami történik ugye a kereső emberrel, a családfővel, vagy az édesanyával, és mondjuk egy felvett hitelösszeg van, akkor legalább azt ki tudja fizetni ugye a biztosító. Tehát itt családosok esetében én mindenképpen javaslom, hogy mindkét szülő rendelkezzen egy olyan biztosítással, ami legalább azokat a költségeket ki tudja termelni, ami nem fog plusz költséget róni a esetlegesen életben maradó félre.
Itt életbiztosításról beszélünk. Életbiztosításról beszélünk, így van. Nyugdíjnál pedig minél hamarabb kezdjük el, ugye annál több pénzt fogunk tudni félretenni a nyugdíjas éveinkre. Tehát kezdhetjük egy alacsonyabb összeggel, és ugye ahogy haladunk a korban előre, mindig egy picit növelünk rajta. És így hozzászoktatjuk tulajdonképpen magunkat ahhoz, hogy elkezdjünk öngondoskodni, és félretenni arra, hogy a nyugdíjas éveinket úgy éljük, ahogy szeretnénk. Mit tudnak mondani azoknak a családoknak, akik úgy érzik, hogy ők nem tehetik meg, hogy megtakarítsanak, mert hogy egyik hónapról a másikra élnek? Azt szoktam javasolni, hogy gondolják át azt az összeget, hogy mi az, amit esetleg 1-2-3 ezer forintot havonta félre tudnak tenni, vagy különíteni tudnak azokból a jövedelmekből, amelyek esetlegesen beérkeznek a családokhoz. Nagyon sok olyan költségünk van, amit nem gondolunk át, és pluszban adunk ki olyan dolgokra, amire nem is biztos, hogy kellene. És ott egy jól átgondolt stratégiával, egy pénzügyi analízissel föl tudjuk azt mérni, hogy mi az, amire pluszban költenek, és esetleg onnan egy picit el lehetne venni, és hozzátenni mondjuk az öngondoskodáshoz, akkor pár ezer forinttól én azt gondolom, hogy most már egész jó termékeket tudunk ajánlani nekik. Egy biztosítási ügyintéző meg tudja adni ezt a fajta szolgáltatást annak, aki ez iránt érdeklődik? Tehát egy komplex pénzügyi tanácsadást tud nyújtani? Ha megfelelő szakemberhez fordulnak, én azt gondolom, hogy igen. Tehát tud egy olyan pénzügyi analízist készíteni, amelyben sokszor rájönnek az ügyfelek arra, hogy úristen, mennyi minden olyan dolgot vesznek meg, amire így a mindennapokban nem is gondolnak. És így őket is összesíti tulajdonképpen ez az egész arra, hogy vagy ösztönzi, hogy kicsit átgondolják a pénzügyi helyzetüket. Milyen lehetőségeik vannak arra, hogy elérjék az ügyfeleket? Mondjuk úgy, hogy reklámozzák saját magukat. Rengeteg terület van, ugye, ahol ugye ezek a reklámok akár a mindennapjainkban, a országos tévékben, rádióban futnak, illetve a helyi területeken is érdemes azt megnézni, hogy milyen olyan segítséget tudnak alkuszoktól, vagy pénzügyi, biztosító pénzügyi szakembereitől kapni az emberek, tehát tájékozódjanak, és az ismeretségi körben próbálják meg ezt ugye megtudakolni, hogy kihez tudnak fordulni. És hát ugye nem csak élet- és egészségbiztosításról tudunk beszélni, hanem vagyonbiztosításról is. Ez a leggyakoribb egyébként, ugye a legtöbb ember a kötelező felelősségbiztosításban gondolkodik manapság, hogy az ehhez kapcsolódó kaszkó biztosításban, illetve a következő vagyontárgy, amit ugye szoktak biztosítani, az ugye az épületük, az ingóságuk, tehát a lakásbiztosítási termékek. Ezek elég gyakoriak, de mi így is találkozunk olyan ügyfelekkel, akik például egy kötelező biztosítást nem kötnek meg, és utólag szembesülnek azzal, hogy milyen magas lesz a fedezetlenségi díj mértéke, vagy ha ekkor okoznak egy kárt, akkor ez milyen költségeket ró a családra. Jellemző ezek szerint, hogy a vagyontárgyunkat hajlamosabbak vagyunk biztosítani, mint saját magunkat. Igen, azt lehet mondani, hogy jellemzőbb. Tehát hamarabb védjük meg ugye az ingóságainkat és az értékeinket, mint a saját életünket. Vagy a gyermekeinket. Ebbe ugye senki nem gondol bele, hogy vele is ez megtörténhet. Pedig bármikor. Ne legyen. Ne legyen. Kulcsár Viktória, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen.